Ma esti webkonferencia témája az éberkóma és az archaikus varázsdallam összefüggése a My Studentem Mítjen 15-ös esetének a bemutatásával fog ez előkerülni. Karesz, látom, hogy tétlenül figyel. Valami gond van, Karesz? Nem, még egyszer mondd a címet. Rendben. Úgy látom, hogy itt nem csak én izgulok nagyon, hanem a technikánk is. A ma esti téma az éberkóma és az archaikus varázsdallam a My Studentem Mítjen 15-ös esetén keresztül lesz bemutatva. A germán gyógytudomány tükrében mit kell tudni az éberkómáról, mi az, amit tudni kell, melyek azok a lehetőségek, amelyek gyógyítják az éberkómát. Igen, jól hallották, kedves hallgatóink, ez is gyógyítható. Ezt fogja dr. Budai László Károly bemutatni a germán gyógytudomány tükrében. De mielőtt még az éberkómáról szó esne, Karesz, egy pár szóban, mit kell tudni a germán gyógytudományról? Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, határokon innen és túl, és Európán belül és tengeren túl, sőt azon is túl. Szóval örülök, hogy megint ilyen szép számban összegyűltünk erre a webkonferenciára. És hát három részből fog ez összetevődni. Az első részben az biológiai természettörvényt fogjuk összefoglalni röviden, aztán a második részben egy esetbemutatás következik a My Studentem Mítjen című könyvből, és a végén erről az archaikus varázsdallamról egy rövid összefoglalót még egyszer teszünk, hát ha úgy érthetőbb lesz, hogy mekkora fantasztikus ajándékot hagyott ránk Hammer doktor ezzel az archaikus varázsdallammal. Tehát ki is ez a Hammer doktor? Ő az a fantasztikus kolléga, aki az élete tragédiájának köszönheti mindazt, hogy a germán gyógytudomány öt biológiai természettörvényét felfedezte, ugyanis 19 éves fiának az elvesztése okozta azt a tragédiát, aminek következtében neki heredaganata alakult ki, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen némi kapcsolat azért a heredaganata és a gyermeke elvesztése között. Most a kutatások oda vezettek, hogy az első biológiai természettörvényt már 1981-ben közölte. A tragédia 78. decemberében történt. Tehát 1981-ben Hammer doktor közli a rák vastörvényét, vagyis azt a biológiai természettörvényt, amit ő akkor egyetlen törvényként ismert fel, ugyanis rámutatt ebben arra, hogy minden érzelmi megrázkódtatás, amiben beleragadtunk, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezett az életünkbe, és amit magányosan éltünk meg, ez mind elindít bennünk egy biológiai választ, vagyis a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog elindítani bennünk egy szervi elváltozást. Azokat a kritériumokat, amelyek tehát ahhoz szükségesek, hogy egy érzelmi megrázkódtatás szervi elváltozáshoz vezessen, a fiáról, Dirk Hammer szindrómának nevezte el, ez a DHS rövidítése. A konfliktus pillanatában ne feledjük el, hogy kialakulnak azok a bizonyos sinek, vagyis azok a körülmények, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak, ezután már konfliktus nélkül is csupán az emlékeztető körülmények, sinek jelenlétében újraindulhat ez az egész biológiai program. Tehát benne van az első biológiai természettörvényben, a rákvas törvényében maga a megoldás is. Fogalmazhatnám úgy is, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, hiszen hogyha érzelmi konfliktust mi érzelmileg lezárjuk, akkor természetesen a biológiai válasz nem lesz oly zajos, mintha hetekig, hónapokig vagy évekig ülnénk bent egy konfliktusba, avagy újra meg újra elindítanánk azt a sinek miatt. És természetesen ebből az is következik, hogy csupán arra gondolni, hogy én ezt megoldottam, az nem elégséges. A lényeg az érzelmi szintű megoldás, amikor is teljes szívemből meg tudtam bocsátani,
azt, ami történt, el tudtam engedni azt, aki eltávozott, túl tudtam tenni magamat valakinek a megjegyzésén, vagy bármilyen olyan életkörülmény, olyan élethelyzeten, ami számomra drámai volt, váratlanul jött, és nagyon erősen megrázott. Ilyen történetünk mindig lesz az életünkben, de az, hogy meddig maradunk bent a konfliktusba, ez csak és kizárólag tőlünk függ. Tehát itt van az, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva. Az érzelmi megrázkódtatásoknak, azok holnap is, holnap után is érkezni fognak, de hogy meddig maradunk bent a konfliktusba, az csak és kizárólag a mi döntésünk. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz. Ez nagyon lényeges, hiszen nem az számít, hogy mi történt egy adott esemény kapcsán, hanem csak az számít, hogy arra nekem mi volt a megélésem. Ezért ezt csak a beteg tudja elmondani, és ezért mondjuk, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor feltárja számunkra, hogy minden DHS után, amit itt az első függőleges vonalon látunk ábrázolva, a biológiai program két szakaszban zajlik, ha eljut a végére. Lesz egy konfliktus aktív szakasza, amit itt kék színnel látunk besatírozva, és lesz egy megoldási szakasza is, amit itt piros színnel látunk besatírozva. Persze ennek a megoldási szakasznak különböző részei is vannak. De a DHS-sel kezdjük az egész történetet, hiszen mondtam, hogy váratlan meglepetésszerű történetről van szó, amiben benne ragadtunk. Nos, attól függően, hogy milyen hosszú ideig ragadunk bent egy konfliktusba, ez dönti el, hogy milyen hosszú ideig tart az konfliktus aktív szakasz, vagyis a vízszintes tengely, itt az időtengely. Az, hogy milyen heves érzelmek fognak minket megrázni, az a függőleges tengelyen lesz ábrázolva, és a kettő együtt adja a kék színnel jelzett terület a konfliktus tömeget. A konfliktus aktív szakaszban, amikor valami nem úgy történik, ahogy elképzeltük, természetesen zakatol az agyunk, benne ragadunk a konfliktusba, tehát folyamatosan, kényszeresen erre gondolunk, és már ebben az állapotban a biológiánk ad nekünk egy segítséget, mégpedig egy biológiai segítséget, nem lelki segítséget, nem lelki támasz, hanem egy biológiai támasz, hogy azt, amit lelkileg nem tudtam megoldani, arra biológiailag kapjak segítséget. Tehát ilyenkor lesz az, hogy ketyeg a szívünk, vagyis emelkedik a pulzusszám, a légzésszám, a vérnyomás, nem tudunk elaludni, és ha elalszunk, fölébredünk, és még mindig ezen a bizonyos eseményen jár az eszünk. Aztán az étvágyunk csökkenni fog, a testsúlyunk fogyni fog, és ez az egész történet addig tart, míg csak el nem jutunk a megoldáshoz. A KM a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti. Kérdés az, hogy ez érzelmileg történt, vagy az élet úgy hozta számunkra, hogy per pillanat már nem ezzel foglalkozunk, hanem elindítunk egy másik programot egy teljesen más témában. Mert akkor ugye ez az egyes számú konfliktus, nevezzük így, átmegy megoldásba, és a megoldási szakaszban elsősorban a gyulladásos tünetek fognak megjelenni, mert ugye mindent a szervezetünk gyulladás kíséretébe fog rendbe tenni, ami sejtszintű problémát okozott. Már is, hogy megértsük, miről van szó, a konfliktus aktív szakaszban vagy sejtet építettem, vagy sejtet bontottam, vagy működést változtattam. Tehát a megoldási szakaszban lebontom a felesleges sejteket, visszaépítem a hiányzó sejteket, vagy a működés blokkolását feloldom, természetes ez nem jár gyulladással, csak a sejtszintű biológiai válaszok járnak gyulladásos folyamatokkal. És hát mindenki ismeri a gyulladásnak a tüneteit, a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár. Ugye ezt már többször elmondtam, és ez a klasszikus megnevezése a gyulladásnak, tehát hogy pirosság, duzzanat, melegség, fájdalom és a működésnek a csökkenése. Ezek általános tünetek, már a középkorban leírták őket, és ne feledjük, hogy ezt azért nevezi Hammer doktor exudatív fázisnak, mert víz gyülemlik be az adott helyre a szöveti szinten,
de víz gyülemlik be az agyirelében is, hiszen a megoldás is lélek vagy szer szintjén megy végbe. Nos, az agyirelének a duzzanata fogja az iszonyú fejfájást okozni, természetesen minél több program kerül megoldásba, annál erősebb lesz a fejfájásunk. Aztán... Hadd vágjak közbe. Ez a normális lefolyás esetén. Ez a normális lefolyás esetén van, és ilyenkor megyünk orvoshoz, mert betegség tudatunk van, hiszen gyulladásunk van. De azt is tudjuk, Karasz, hogy vannak bizonyos időt betegségek, krónikus betegségek, amelyek visszatérnek. Azokkal mi a helyzet? Hát azokkal is jövő, mindjárt azokat is elmondom, csak végigviszem egyszer ezt a hámeri görbét, és akkor fogjuk látni, hogy ha nem oldjuk meg érzelmileg a konfliktust, ha elakad, akkor milyen krónikus betegségeink lesznek. A második szakaszban, illetve a megoldási szakasz középső részén látjuk ezt a kék színű kiálló csúcsot, ez az epileptoid krízis, ahogy ezt Hammer doktor nevezi. Hát nyilván, ha mozgással kapcsolatos volt a konfliktus, akkor itt epilepsziás görcsrohamot fogunk megtapasztalni. Az epileptoid krízisnek az a nagyon fontos biológiai szerepe, hogy az agyi ödéma megszűnik, megszűnik a fejfájás. Rengeteg vizeletet fogunk üríteni, mert nem csak az agyi reléből, hanem szervi szintről is kiürülnek ezek a vízzel teli gyógyuló hát, szövetek, és természetesen ez egyben a legveszélyesebb része is az egész programnak, mert itt lesz nem csak epegörcs, vesegörcs és egyéb ilyen fájdalmas tünetünk, de itt lesz a mélyvénás trombózis, a tüdőembólia, vagy éppenséggel a szívinfarktus is. Aztán ezután jön a hegesedési fázis, vagyis rendbe rakja szövettani szinten már, amennyire a biológiánk ezt rendbe tudja rakni, ugye a hegesedés alatt azt a szövetet, ami érintett volt a DHS kapcsán. Ez is hatalmas fáradtsággal, gyengeséggel, levertséggel jár. Ez az extrém fáradtság, ez nagyon, nagyon jól kifejezi mindazt, ami itt történik. És amikor eljutunk a program végéhez, akkor természetesen gyógyult állapotban kerülünk ki ebből a történetből. És ebből is látszik, hogy a tünetek, a gyógyulási tüneteknek a hevességét csak az fogja meghatározni, hogy mennyi időt ülünk a konfliktus aktív szakaszban, hogy milyen hevesen és milyen hosszú ideig vagyunk benne abban a bizonyos történetben, ami hát nem úgy történt, ahogy mi elképzeltük. És természetesen, ha ezt az elképzelésünket minél hamarabb el tudjuk engedni, minél hamarabb meg tudunk békélni, akkor ezek a heves tünetek, amik a gyógyulási szakaszban bekövetkeznek, ezek gyakorlatilag eltörpülnek, de segítségünkre lesz a My Student and Meeken, amint azt majd a későbbiekben látni fogjuk még ezekben a történetekben is. És itt van az, amit az előbb kérdeztél, Réka. Igen, izgatottan várom, hiszen rengeteg olyan ismerősünk, embertársunk van, aki sosem gyógyul meg. Tehát azokkal mi a helyzet, és mi van azokkal, amikor visszaesnek, vagy krónikus betegek? Hát pont itt mitől van? Pont itt középen látjuk a visszaeső programokat, mivel nem volt a megoldás érzelmileg lezárva, egyszer és mindenkorra, mert ugye ha érzelmileg lezárjuk, akkor a sínek is megszűnnek, ezért lesz az, hogy amikor újabb sínek indultak be, akkor a program lefutott, lezárult, szünet, megint sínre került, megint lefutott, lezárult, megint szünet. Ez mondjuk annak a módja, ahogyan megjelenik az epilepsziás görcsroham, vagy ha valakinek mondjuk ősszel és tavasszal fáj a gyomra, pedig nem az időjárás okozza, nem is a frontok, hanem az ősz és a tavasz számára sínként szerepel egy megemészthetetlen bosszúság miatt. Fölötte látjuk azt az ábrázolást, amikor nem is jutunk el a megoldásig. Ez a konfliktus helyzet, ez nagyon veszélyes, mert ha a sejtek szaporodásáról van szó, akkor egy óriási tumor lesz, ha a sejtek sorvasztásáról van szó, akkor egy óriási fekély lesz. Ha pedig működésváltozásról van szó, mondjuk, akkor ez lesz a cukorbetegség, mert blokkolom folyamatosan az inzulin kiáramlását egy ellenszegülési konfliktus meg nem oldása miatt. Itt alól látjuk mondjam azt, hogy a krónikus fájdalom szindrómának az állandó ízületi fájdalmak, vagy bármilyen állandó fájdalomnak
Tehát ez csak a tél arcomnak az állandó fájdalma. Ugye akkor arról van szó, hogy függő gyógyulásban maradtam, vagyis el se jutottam, látjuk a piros részt, nem jut el egész az epileptoid krízisig, ezek a kék oszlopok benne újabb és újabb sínre kerüléseket jelölnek, nem epileptoid krízisek, hanem újraindul a dolog, mondjuk úgy, hogy elakadt a lemezjátszón a tű, és rövid szakaszon akadt el, tehát a gyógyulási szakasz lesz az, a fájdalommal, a gyulladással, a duzzanattal, ami jellemző tünete marad az elakadt programnak. Ha itt tartunk, gyakorlatilag erre is van megoldás. Nyilvánvaló, ha érzelmileg lezárjuk a történetet, akkor egyszer és mindenkorra lezárjuk az egész programot, de a My Student and Mayhem című varázsdallam ebben is fog nekünk segíteni. Amint említettem, ugye a konfliktus aktív szakaszban vagy sejtet építek, itt látjuk a konfliktus aktív szakaszban sárga színnel, nyilván a felesleges sejteket le kell bontani a megoldási szakaszba. De ha a konfliktus aktív szakaszban sejtet bontottam, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket a sejteket vissza kell építeni a megoldási szakaszban. És ha a konfliktus aktív szakaszban működést változtattam, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket a működéseket helyre fogjuk állítani a megoldási szakaszban. Vagyis ezek szerint mindannak az ellentéte valósul meg a gyógyulási szakaszban, mint ami a konfliktus aktív szakaszban történt. Tehát igen. Ha aktívban bontottam, megoldásban építek, és fordítva? Igen. Igen, pontosan így van. És ez szerintem egy teljesen egyszerű, normális, felfogható történet, tehát itt másképp nem is lehet, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és mindig csak annyi sejtünk van, amennyire éppen szükségünk van, mert felesleges sejteket a biológiánk nem tart el, tehát ezért bontjuk le a felesleges sejteket a megoldási szakaszban. És hogyha azt írod, hogy működés módosítása, ez alatt mit kell érteni? Hát ez egy külön része a tudományos táblázatnak. Itt van például az izmok működésének a változása, a bénulások így fognak helyreállni, a cukorbetegség így fog rendbe jönni, a faciálparézis, az agyvérzés, és a többi, és a többi. Most ezekben nem tudok részletesen belemenni, de ezekről mind külön webkonferencián volt már szó, akit érdekel megnézni. Bocsáss meg egy bugyuta kérdés, itt láttuk a piros, sárga, narancs színeket, igen. Ezek honnan jönnek? Ezek a csíra lemezekből jönnek, hiszen Hammer doktor rámutatott a harmadik biológiai törvényben arra, hogy mivel minden sejtünk a három csíralemezből alakult ki, ugye, ami a megtermékenyített petesejtnek a 8.-10. napján jön létre, ezért minden szervünkben természetesen ezek a sejtek egy életen át azt a működést fogják elvégezni, ami a csíralemez szerint beléjük van programozva. De lássuk is ezeket a csíralemezeket, itt keresztmetszetben látjuk, sárga, narancs és piros színekkel. Ábrázolva ezeket Hammer doktor készítette, így ezt a rajzot, ahogy van, az ő könyvéből való, és amint azt minden medikus, sőt állatorvos vagy biológiával foglalkozó szakember tanulta, a három csíralemezből az alsót úgy hívjuk, hogy belső csíralemez vagy endoderma, a középső az mezoderma, és a külső az ektoderma, piros színnel van jelölve. Nos, a nagyon érdekes, hogy ezeknek a csíralemezeknek a sejtjeit mindvégig ugyanaz az idegi központ fogja irányítani. Tehát a belső csíralemeznek a vezérlését látjuk itt jobb oldalt lent, az agytörzs irányítja, sárga színnel van, ezért ez is ábrázolva, a központ és a hozzátartozó szövetek. És már látszik is, hogy itt a falat konfliktusról van szó, de nem csak a táplálékfalat számunkra, a túléléshez nem elég, ha csak táplálék van az asztalon, lennie kell víznek és levegőnek is, és a levegő és vízfalat megoldását is az agytörzs irányítja. Aztán a mezoderma sejtjeit, a középső csíralemez sejtjeit úgy látjuk, hogy két idegi központ is vezérli. Itt látjuk alól a kisagynak a keresztmetszeti képeit. A kisagy azokat a
félelmeinket fogja megoldani biológiai szinten, amelyek a támadásról, a bemocskoltságról és a gondozásról szólnak. A gondozás azt jelenti, hogy túl sokáig és túl erősen aggódtam egy szeretett élőlény sorsa véget. Mindig szeretett élőlényről van szó, és nem arról, hogy mondjuk nyerek a lottón, vagy nem nyerek a lottón. A biológiai válasz az természetesen az írha sejtjeiben fog megnyilvánulni. Az írhához tartoznak még ugye a verejték és vagyúmirigyek, és a módosult verejtékmirigy az az emlőmirigy, tehát a túlzásbeli tagódás mindig emlőmirigy szaporulatot fog létrehozni, ugyanakkor a burkok irányítása is a kisagyhoz tartozik, mint hasártya, szívburok és mellhártya. Ugyanakkor ne felejtjük, hogy a kisagy a finom mozgások koordináló központja is. Itt most azokat a funkciókat emeltük ki, amelyek, mint érzelmi megrázkódtatás, hámeri gócokat hoz létre ugye a kisagynak a bizonyos részein. Ne feledjük, hogy a lélek agyszer szinten történik minden, és az agyi becsapódásoknak a helyét, a hámeri gócokat egy teljesen egyszerű agyi koponya CT-vel ki lehet mutatni, kontrasztanyag nélküli vizsgálattal. A fölötte, a kisagy fölött levő idegi központ a fehér állomány. Ennek a fehér állománynak azok az érzések lesznek a reléi, amelyek az önleértékelésről szólnak. Tehát amikor önmagamat, vagy saját magamtól, vagy valakinek a megjegyzése miatt, de leírom mélyen a bányászbéka feneke alá, és a kérdés itt mindig az, hogy mi az érzésnek a tartalma, és milyen erős maga az érzés. Mert ez meg fogja határozni, hogy a testemnek melyik részét fogom lebontani, mert önleértékelés, önpusztítás, és hogy azon a testrészen milyen szöveteket bontok le. Mégpedig milyen szövetek tartoznak ide? Azok, amelyek a mozgással kapcsolatban állnak. És ezért van itt a csontváz ábrázolva, mert a csontok, az ízületek inak, az izmokat ellátó osztógyűjtő nyirokerek, és a kötőszöveti sejtek és zsírszövet tartozik ide, amit az önleértékelés érzésére a fehér állomány reléiből kiindulva, szervi szinten ezeken a szöveteken elindítjuk a szövet sorvadását. Nyilvánvalóan megoldásban jön a fájdalmas visszaépítés. Az ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja. Az agykéregnek rendkívül összetett feladatai vannak. Nem csak a labhám sejteket, labhám nyálkahártyát és az elszarusodott labhámat irányítja az agykéreg, hanem egyéb feladatokat is ellát. Itt az elválasztási konfliktus ábrázolását látjuk a piros babában, tehát az elszarusodott labhám, ami borítja a testét mindenkinek kívülről, mindig sorvadni fog, ha tőlem valaki elszakadt, fájdalmasan érint engem, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjen. Ugye két vége van ennek az érzésnek, nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, mind a két alkalomra a sejtek sorvadását indítja be a szervezetünk az agykéreg irányításával, és az érzőközpontból kiindulva természetesen. A megoldásban pedig jön a mindenféle visszaépítés, fájdalommal, hólyagokkal, kiütésekkel, stb. És fokozott érzékenységgel. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, amire most nem fogok kitérni, irányítja az akaratlagos mozgásokat, és irányítja az összes érzékszer által beérkezett üzenetnek az összehangolását, látás, hallás, tapintás, ízérzés, stb. Tehát ezek a feladatok mind az agykéreghez tartoznak, és ugyanakkor az agykéreg fogja a működés változást is elindítani, amikor is már nem sejtek sorvadása indul, hanem egy működésnek a blokkolása. Ez a képem azért kedvenc kép, mert amikor én ezt először megláttam, akkor jöttem rá, hogy ez az egész germán gyógytudomány valami nagyon fontos dologról szólhat, hiszen itt vannak az alapjai. Ez az a rész, amit nem tudnak megcáfolni.
Ez az, amivel nem lehet vitatkozni, hiszen kérem szépen, minden ember a három csiralemezből fejlődik ki, mint elültetett magból a növény, és le van írva az embriológia és anatómia könyvekbe az egyes szervek csiralemez szerinti származása. És ebből az is következik, hogy mondjuk a gyomromból nem fog semmi sem, vagy a prostatából a csontomba áttétet képezni, ez egy biológiai képtelenség, teljesen más feladata van a prostatasejtnek és a csontsejtnek, tehát nem kellene ilyen félelmeknek bedőlni, amúgy az áttétek létezését még senki nem tudta igazolni, mert ez biológiai képtelenség. Az igaz, hogy a lebontott sejtek megjelennek a környéki nyirokcsomóba, ez egy teljesen normális biológiai válasz, tessenek megnézni a nyirokrendszerről szóló webkonferencia előadást. És kik a mi segítőink ebben a történetben? Hát a bennünk élő mikroorganizmusok, még egyszer mondom, a bennünk élők, és nem pedig a külső környezetbe hát eljuttatott, vagy ott jelenlevő, hát a mi egészségünkre káros mikroorganizmusok. A gombák, a gombabaktériumok, a mikobaktériumok, a baktériumok és a vírusok, azok, amelyek, amint látjuk, csiralemezhez kötötten fognak segíteni nekünk abban, hogy lebontsuk a felesleges sejteket, amikor endodermális vagy régi mezodermális programról van szó, itt a mikobaktériumok segítenek. Vagy hogy visszaépítsük a lesorvasztott sejteket, ha új mezodermális vagy ektodermális programokról van szó. Tehát ők a mi legjobb barátaink, teszik a dolgukat. A hepatitis C vírus is teszi a dolgát az epe kivezető csatorna nyálkahártyáján. A bosszankodást kéne leállítani, és akkor a feleslegben levő vírusok csak úgy maguktól el is tűnnének. Nem a vírusok ellen kell itt harcolni, hanem a valós okot kell megszüntetni, mégpedig a DHS-t. És az ötödik biológiai természettörvény az, ami hát megkoronázza Hammer doktornak a munkásságát, hisz rámutat arra, hogy semmiféle meghibásodás nincs a biológiánkban, minden tökéletesen rendben történik. Már a DHS pillanatában kapunk, amint említettem, egy biológiai választ, egy segítséget biológiai szinten, amit természetesen a megoldási szakaszban fogunk meg helyre tenni, ezt meg megbetegedéseknek fogjuk ugye nevezni. Jó lenne a megbetegedések helyett örülni a gyógyulásnak, és azoknak a tüneteit csillapítani, nem pedig, hát hogy mondjam, félmegoldásokkal olyan programot fönntartani, amire a beteg egy életen át szedheti a gyógyszereit. Nos, ezek után akkor lássuk, hogy miről szól, hogyan győzedelmeskedik a MyStudenten Méken a Dresdai Idegsebészeti Klinika intenzív osztályán folytatott élel-halál harcban. Egy 46 éves nőbeteg 2013. november 10-én abszent szenvedett el. Vagyis emlékezett kiesést. A barátja hívta az ügyeletet, és a Dresdai intenzív ideklinika intenzív osztályára szállították be a beteget, aki 10 napig éberkómában volt. 2013. november 22-től pedig félig maradt az éberkómában. Miután a MyStudenten Mitjen segítségével felébredt az éberkómából, még egy hónapig, 2014. január 4-éig a klinikán maradt. Már az első napon az agyi CT-n egy agykamrába bevérző aneurizmát diagnosztizáltak a betegnél. 2013. december 4-ére agyműtétet helyeztek kilátásba. Ez alatt, a jó 3 hét alatt kellett elintézni a beteg gondokság alá helyezését, gyámfelügyelet elrendelését és a műtét engedélyezését. Minden simán ment, és az agyműtétnek, ami nagyfokú halálozási rátával rendelkezik, szinte már semmi nem állt az útjában. De a beteg barátja már a második napon bevitte az intenzív osztályra a MyStudenten Meetjent, amit először csak óránként hallgatott a beteg, majd az éberkómában éjjel-nappal egyfolytában. Láthatjuk azokat a
felvételeket, amelyek készültek rögtön november 10-én és 12-én ezeken a kivetített képeken. És a baloldali képen az agykamráknak megfelelően nem aneurizma látszik, hanem az agygerincvelői folyadékot termelő plexus choroideus szövetszaporulata, amit ependinóma sejtek alkotnak. Ezért ependimóma a neve. Mivel a szövettanilag a belső csiralemezhez tartozik ez az ependimóma, ezért tuberkulótikusan bomlik le, és helyén kaverna keletkezik. Ilyenkor kisebb vérzések is előfordulhatnak, amint látható a 12-en készült képen, jobboldali képen, de nem ez okozza a vigilkómát, vagy éberkómát, hanem a kétoldali vesegyűjtő csatorna elzáródás, ezt érzelmileg az egzisztenciális létkonfliktus, a magányos elszigetelődés, stb. Okozza. A beteg saját maga írja le a következőket, ami számára abszolút érthetetlen. Az intenzív osztályon eltelt 2 hétből semmire nem emlékszik. Nem emlékszik az intenzív osztályra, de az azt megelőző néhány napra sem. Az élettársa pedig elmondta, hogy az intenzív osztályon beszélgettek is egymással. A beteg beszélgetett az ápolóval, az ügyvédnővel, és mindenki azt hitte, hogy ezeknél a beszélgetéseknél magánál van a beteg. Azonban ez nem így volt. Egyetlen egy dologra azonban emlékszik, mégpedig arra, hogy barátja a másztudenten métjent vitte neki, amit fejhallgatón keresztül hallgatott. Ez az egyetlen dolog, amire emlékszik. A másztudenten métjen. December 4-ére volt kiírva a műtét. Senki az orvosok közül nem számolt azzal, hogy a beteg december 4-éig felébred az éberkómából. De úgy tűnik, alábecsülték a más tudenten métjent. Ugyanis a beteg a műtét előtti napon még éppen időben teljesen magához tért az éberkómából. Bár már 2013. november 22-től kezdve egy picit éberebb állapotba került, több vizeletet választott ki, ami azt is bizonyította, hogy legalább az egyik gyűjtőcsatorna rendszer részben már elkezdett működni nála. Az orvosok tomboltak a dűtől, hogy nem műthették meg a beteget. A rehabilitációs osztályon eltöltött idő alatt a beteg egyre jobban érezte magát, visszatért az orientációja, a tájékozódó képessége. 2013. december 1-én jött egy ügyvéd a klinikára, hogy saját maga is meggyőződjék arról, hogy milyen állapotban van a beteg, hiszen 2 nappal később vissza akarták vinni a drezdai klinikára, hogy 4-én agyműtétet végezzenek rajta. A beteg megmondta az ügyvédnek, hogy nem engedi, hogy az agyát megoperálják, hiszen képes arra, hogy tisztán gondolkodjon, és jól is érzi magát. Nem engedi, hogy az agyához nyúljanak, szüksége van még a fejére és az agyára. Az ügyvéd is meggyőződött arról, hogy valóban jól van a beteg, vidám és sokkal jobban érzi magát. Írt egy jelentést a kórházi látogatásáról azzal a megjegyzéssel, hogy megszünteti a felügyelet aláhelyezést. December 4-én egy pszichológus is kiállított egy papírt arról, hogy a beteg felügyelete megszüntethető, mert az jól érzi magát. Miután a beteg a műtétet elutasította, az orvosok ennek ellenére rá akarták beszélni őt a műtétre. Azt mondták, hogy egy ketyegő bomba van az agyában. Szerencsére még megfelelő időben tért magához a beteg, és így nem történt meg a műtét. A más tudentem műtjent mind a mai napig hallgatja. Az eset elemzését, ha elvégezzük, akkor tulajdonképpen itt 2 konfliktusról kell beszélni, és annak megoldásáról. Az első konfliktus az ependimóm konfliktus. Azt tudnunk kell, hogy az ependimóm a sejtek, a gerincvelőnek a központi csatornáját bélelő piramis alakú sejtek, vagy az agykamrákat burkoló kocka alakú sejtek. A beteg azt a konfliktust élte meg, hogy ki szeretnék innen szabadulni. Nem szabadulok meg a helyzettől. A DHS ennél az esetnél a konfliktus
A következő volt. Ugye a beteg Dresda környékéről származik, de Stuttgartba ment férjhez. 2009-ben a férje viszont rákban meghalt. A beteg jegyzői hivatalban volt titkárnő, és visszament a régi hazájába, vagyis a régi Kelet-Németországba, és a Társadalombiztosítási Bíróságon dolgozott titkárnőként. A munkahelyén az első pillanattól kezdve rosszul érezte magát, a hangnem már embertelen és jeges volt, ez jelentette számára a DHS-t, ki szeretnék innen szabadulni. Már X esetben pályázott meg más állásokat is, de sikertelenül. Ez már nem a régi kellemes DDR volt, Kelet-Németország, ahol a szomszédok segítették egymást. A nagyagy baloldali kamrájában, a plexus choroideusban kifejlődött egy ependimum tumor, ami csiralemez szempontjából az agytörzshöz tartozik. A konfliktus megoldása az volt, amikor a beteg egy új állást kapott, és akkor kezdődött meg ennek az ependimumnak a tuberkulotikus elsajtosodása, lebontása. Bár később ismét Dél-Németországba akart költözni, ebben a pillanatban azonban ez megoldást jelentett számára. A kamrákba irányuló enyhe vénás vérzés az ependimum tuberkulózisnál a társadalombiztosítási bírósági konfliktus megoldása miatt történt meg. Ez a vérzés gyakori, de csak kontrasztanyaggal lehet észrevenni az ilyen változásokat. A betegnél a második agytörzsi konfliktus, vagy DHS, a jobb gyűjtőcsatorna rendszert érinti, ami már konsternációt okozott. Ez jelentette, hogy az élettársa nem kap munkát. Tehát itt maga a DHS az, hogy az élettársam nem kap munkát. Mindez a megoldási fázisban azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy éppen most fog egy munkát kapni. Ugye ez a konfliktus megoldását jelenti, és a vesegyűjtőcsatorna TBC-s lebontását, ami a jobboldali vesegyűjtőcsatorna konfliktusát illeti, ez a második törzsagyi konfliktusként jobboldali vesegyűjtőcsatorna lezáráshoz vezet, és ez hozta létre a konsternációt. Ne feledjük, hogy már a baloldali vesegyűjtőcsatorna zárva volt. Ehhez hozzájött a jobboldali vesegyűjtőcsatornának a lezárása, ez hozta létre a konsternációt, vagyis azt az állapotot, amikor eleinte össze-vissza beszélt, majd gyakorlatilag csak bámult maga elé, és ezt hívjuk ugye éberkómának. A beteg nőnek a partnere többször került olyan helyzetbe, hogy már majdnem megkapta az állást, az utolsó pillanatban mindig visszamondták neki, és az a helyzet, hogy a betegünk, a nőbetegünk mindig együtt szenvedett emiatt az élettársával. És az ő esetében ez a probléma DHS-t jelentett. Mert az élettárs biztos volt abban, hogy megkapja az állást, aztán megint nem kapta meg. Szóval, az éberkóma elején, és akkor itt vagyunk 2013. november 10-én, a vizelet mennyisége csupán 200 ml volt. Ez hozta létre a konsternációt és a dezorientáltságot, vagyis a teljesen elveszett állapotot, amit éberkómának nevezünk. Ennek az oka a konfliktus aktív fázisban levő két gyűjtőcsatorna értelmes biológiai különprogramja, az éberkóma után eltelt 2 hét után, viszont a vizelet mennyisége ismét normális volt, és másfél-két liter vizeletürítését regisztrálták. A napokig gondolkodott Hammer doktor azon, hogy ennek a betegnek az esete hogy is zajlott le. A betegség feltárásához szinte nyomozói pontossággal kellett felállítani a diagnózist. Ezen a CT felvételen látjuk mind a két vesegyűjtő csatornának az érintettségét, és nem lehet csodálkozni azon, hogy a két Hammeri góc nem teljesen szimmetrikus, hiszen a vesegyűjtő csatornáknak 3 szintje is van, és nem voltak egyformán érintettek. Ugye Hammer doktor leírja, hogy tudjuk, hogy az éberkóma november 10-e, a vizelet mennyiség csupán 200 ml. Ezt hívjuk ugye anúriának, korábban úgy fogalmaztunk, hogy a vese felmondta a szolgálatot. Ez az anúria csupán azt jelenti, vagyis hogy csökken a kiürített vizelet mennyisége 1/10-ére,
De egy pszichiátriai diagnózis is, mert a konsternáció azt jelenti, hogy dezorientált, térben, időben teljesen elveszett, és ezt éberkómának felel meg. Ennek oka konfliktus aktív fázisban levő két vesegyűjtő csatorna érintettsége. És ezt látjuk itt ezen a kivetített képen. Azt is tudjuk, hogy az éberkóma után eltelt 2 hét után a vizelet mennyisége ismét normális volt, 1500 ml, meg azt is, hogy a vizelet mennyisége a gyűjtőcső érintettségéhez arányosan viszonyult. A más tudenten méhent, amit a beteg az intenzív osztályon hallgat az éberkómájának a második napjától kezdve, megállította a gyűjtőcsatorna karcinómát, vagyis a vesegyűjtő csatorna további eldugulását. A nagy kérdés itt az, mondja Hammer doktor, hogy a más tudentenméken a gyűjtőcsatorna konsternációt csak stoppolja, vagy képes azt intótól letranszformálni. A következő nagy kérdés az, el kell képzelnünk azt, hogy 2 nappal a tervezett műtét előtt a beteg lestoppolt, vagy talán letranszformált konsternációval, az egyik konsternációt kiváltó konfliktusnak megtalálta a megoldását, és ezért felébredt a kómából. Az is nagyon érdekes, hogy a beteg az éberkómában töltött időszakból kizárólag csak a más tudenten méhen dallamára tud visszaemlékezni. A jobboldali vesegyűjtő csatorna konfliktus úgy tűnik megoldódott, ugye ez volt a nagy megoldás. Amikor az élettársa elmondta neki, elképzelhető, hogy végre történik valami az állással. Hogy az aktív biológiai konfliktusokat megoldotta-e a más tudenteméken, vagy esetleg le is transformálta azokat, még egy ideig titok marad. Azonban az tény, hogy a más tudenteméken hallgatása után 10-11 nappal jelentősen megnőtt a vizelet kiválasztás. Tehát valami történhetett a jobb vesegyűjtő csatorna konfliktussal. Talán egy elmozdulás a megoldás irányába. A könyv első kiadásában Hammer doktor becsületesen erre a kérdésre még azt válaszolta, hogy nem tudom. Ebben az esetben azonban már ugyanezt nem jelentheti ki, mert ez az eset választ követel. Ennél az esetnél rendelkezésre állnak a beteg élettársának és a betegnek a kijelentései. Mindketten egybehangzóan mondták, hogy november 22-én az élettárs utalt arra, hogy kilátásban van egy álláshelye számára, ahova próbamunkára be is hívták. Ezért 1 napot próbamunkával töltött el. Tehát ez volt az a megoldás, ami beindította a valódi megoldást, a gyűjtőcsatorna lebontását. Igen, valóban itt kezdődött a megoldás, mint ahogyan említettük is, megnövekedett vizelet kiválasztás is erre utal. December 2-án, azon a napon, amikor az ügyvéd jött, az élettárs azt mondta a betegnek, hogy elfogadja azt az állást, amit most kínáltak neki. Ezzel megoldódott a jobboldali gyűjtőcsatorna konfliktus és a jobboldali plexus konfliktus. Tehát bejött az álláshely. Így van. Ettől kezdve már csak egy gyűjtőcsatorna konfliktus volt aktív. A beteg már nem volt konsternációban, és így kikerült az éberkómából. A baloldali gyűjtőcsatorna konfliktus, vagyis az el akarok innen menni Dél-Németországba, azt akkor tudta megoldani, amikor kijelentette, ha a partnerem kap egy állást, várjunk még itt egy kicsikét, nézzük meg, hogyan alakulnak a dolgok, hiszen nem is annyira rossz az én helyzetem sem. Ugyan a partnere végül nem kapta meg az állást, ez már nem okozott további gondot a betegnek, hiszen pillanatnyilag táppénzt kap, így majd az is kiderül, hogyan lesz ezek után. Itt az élettársának egy rövid összefoglalója következik, melynek dátuma 2014. március 10-e. Az élettárs Hammer doktornak írt levelét köszönettel kezdi, majd leírja, hogy hogyan került kapcsolatba a germán gyógytudománnyal. Az élettárs természetgyógyász végzettséggel rendelkezik, mindig úgy gondolta, hogy azért nem érti annyira a medicinát, mert ő túlságosan buta hozzá. És ez így is volt mindaddig, ameddig meg nem ismerte a germán gyógytudományt, ami valóban egy egyszerű dolog, és az élet egyáltalán nem egy bonyolult dolog,
ahogyan bizonyos irányzatok ábrázolják. És ez mind csupán azért van, hogy az embereket függővé tegyék, és félelembe tartsák. Ilyen alapokon és elméleteken működik az akadémiai orvoslás is. A következőkben ír az élettársának az esetéről. Az élettárs rendkívül hálás az Istennek azért, hogy germán gyökerei vannak. Így érezte, hogy a germán gyógytudomány csak is helyes lehet. Leírja, hogy hogyan került az élettárs a kórházban, hogyan vesztette el az eszméletét. Miután már ismerte valamennyire a germán gyógytudományt, ott zakatolt Hammer doktor mondata a fejében. Soha ne engedd, hogy az agyadat megműtsék, vagy drainage végezzenek. És ez ott zakatolt az agyában. Miután nem volt összeházasodva a beteggel, megdöbbentette az a tény, hogy minden intézkedés, a beteg mellé felügyelet és gyámkirendelése államilag történik. Az orvosok mindenképpen műtétet akartak, amivel ő nem értett egyet. A beteg elmondta a főorvosnak és Hammer doktor véleményét a műtéttel kapcsolatban, ám az orvos ezután azzal fenyegette meg az élettársat, hogy meg fogja tiltani, hogy látogatóval jöjjön a beteghez. Mi több, a főorvos még rendőrséggel is fenyegetett. A beteg, mint tudjuk, jobban lett, és december 22-én rehabilitációra utalták, de még ott is emlegették az agyműtétet. Az élettárs felvette a kapcsolatot Pilárnéval, akinek nem győz eléggé köszönetet mondani a segítségért, a más tudentem Mikjenért, nem csak, mert ugye a más tudentem Mikjent nem csupán a beteg hallgatta, hanem ő maga is otthon, és ez azt jelentette, hogy ismét át tudta aludni az éjszakát. Mert ugye aggódott a párjáért, és ő konfliktus aktív szakaszban volt. Hallgatta a más tudentem Mikjent, már tudott aludni. Amit már említettem, a beteg az émer kóbában eltöltött időszakból semmire sem emlékezett, csak a más tudentem Mikjenre. A beteg élettársa azért tette fel Pilárnével a kapcsolatot, mert telefonon nem érte el Hammer doktort. És Pilár felesége annyit mondott, hogy az más tudenten mégként vigye be a kórházba, ezzel tud segíteni neki, semmi rosszat nem fog tenni, ha ezt fogják hallgatni. Természetesen utólag, mikor már Hammer doktorral is beszéltek, ez mind kiderült, hogy tökéletesen, ösztönösen, nagyon jó tanácsot adott Pilárné a beteg hozzátartozójának. Amikor az ügyvéd megszüntette a beteg feletti felügyeletet, már látta, hogy a beteg teljesen magánál van, és mindketten nagyon örültek. Mind írásban, mind szóban lemondták a műtétet. De hogy gyógyulhat meg úgy egy beteg, hogy az orvosok, akik nem operálhatták meg őt, folyamatosan zaklatták őket? Végül a dolog odáig fajult, hogyha a kórházból keresték őket telefonon, már fel sem vették a kajtót. 2014. január 3-án ismét otthon volt a beteg, a párjával sokat beszélgettek a germánygyógytudományról, de a páciensnek nem voltak erős ismeretei a germánygyógytudományt illetően, ezért sok minden nem volt teljesen világos a számára. Felvették a kapcsolatot Hammer doktorral, aki telefonon nagyon sok segítséget adott, és erőt is adott ahhoz, hogy a beteg meggyógyulhasson. Segítségével megtalálták a konfliktusokat, és most már azzal is tisztában vannak, hogy egy recidíva esetén visszaesés következhet be. Az élettárs a más tudentem Mikjen könyvről dicsérő szavakat ír. Úgy véli, hogy ez a könyv minden német család könyvespolcán ott kellene lenni ennek a könyvnek, de nem csak a könyvespolcon, hanem az iskolákban is. Úgy véli, hogy ha ez egyszer valamikor be is fog következni. Köszönettel zárja a levelet, örül annak, hogy ő rátalált a germán gyógytudományra, és ezért nagyon-nagyon büszke. Ezen a képen láthatjuk az agytörzsi konstelláció vesegyűjtő csatorna szindrómát. Az előbb a koponya CT-n láthattuk, itt pedig rajzban ábrázolva. A két vesegyűjtő csatornának látjuk itten bekarikázva a reléjét. Ugye, amikor ez mind a kettő érintett,
akkor kevés vizelet ürítése és a víznek a tárolása történik meg a szervezetben. A teljes zavartságot nevezzük ugye konsternált állapotnak, ami elvezethet a vigilkómáig vagy éberkómáig, és ehhez létkonfliktus, magára hagyatottság, meg nem értettség, kórházkonfliktus, társas magány, kiszolgáltatottság, vagy ehhez hasonló érzések szükségesek. Hammer doktor ennek a témának a kapcsán részletezi a fiával történt éberkóma állapotot, ugyanis az ő fia is éberkómába került, csak akkor Hammer doktor még nem tudta azt, amit ezután felfedezett, és gyakorlatilag a fiát morfium kezeléssel késztették frekvenciaváltásra. Egy másik példa az éberkoma vonatkozásában, ugyancsak ennek az esetnek a kapcsán a következő. Egy 80 év fölötti háztulajdonos asszony, aki együtt él a gyerekeivel, felújította a házát. Mivel nagyon korrekt ember volt, a munka után mindig azonnal kifizette a mesterembereket. Azonban erre a régi épületre a mesteremberek nem tudtak pontos költségvetést készíteni, ezért az asszony nehéz helyzetbe került, ez volt maga az egzisztencia konfliktus. 6-8 héttel a számlák készhez vétele előtt éberkómába esett, kvázi anúriával, tehát minimális vizeletürítéssel, az agytörzsi konsternációval, és ezt akkor ugye Alzheimer-kornak nevezték el. Amikor később az asztalán feküdtek a számlák, amelyek simán kifizethetőek voltak, kiderült, hogy a dimenziókat a hölgy egy kissé túlértékelte. A beteg még nem tudott arra se visszaemlékezni, amit fél perccel korábban mondott. Hammer doktor megkérdezte tőle, hogy hallgatja-e a más tudentennékent. Igen, éjszakánként volt a válasz. Erre Hammer doktor azt mondta, hogy nos, ez a hiba. Hiszen napközben jönnek a konfliktus recidivák, méghozzá optikai konfliktus recidivák, ugye, sínek, mert egyfolytában azt látja, hogy a mesteremberek járkálnak a házban, és rögtön jön a pánik a kifizetendő számlák miatt. És ennek az egésznek csak akkor lesz vége, ha elkezdi hallgatni a más tudentenméket egész nap, zárja be a ház ajtaját, az iparosok mind tudják, mi a dolguk, nincs szükségük az asszonyra. Az asszony pontosan így tett, és mielőtt a végleges számlák az asztalra kerültek volna, ismét rendbe jött szellemileg, és mély, és több mint egy liter vizeletet tudott már üríteni. A definitív számlák, amelyeket 14 nappal később kapott meg, és könnyedén kifizette, elhozták a teljes megoldást, és a másfél literes vizelet ürítést. Tehát a kedves hallgatók pontosan láthatják, hogy a germán gyógytudomány és a más tudenten négy ilyen kombinációja célra vezető terápiát jelent. És amikor vége, mindenki azt mondja, milyen egyszerű az egész. Ha az idősek otthonában a sok Alzheimer-es beteggel éjjel-nappal hallgathattatnák a más tudenten négy ilyen, nagyon sok normális ember idős hagyhatná el ezeket az otthonokat, és integrálódhatnának a családjaikban. De úgy látszik, ez még nem érdekel a társadalomnak. Akkor röviden ismét az archaikus vallásdalamról egy összefoglaló. Ugye erről már a tavalyi év végén készült el az ajándékunk, ennek a könyvnek a lefordítása után a 700 oldalnak a lényegét foglaltuk össze egy webkonferenciában. Ez részletesen elmondja azt, ami lényeges. Itt röviden összefoglalnánk, hogy gyakorlatilag ez az archaikus varázsdallam hamarabb megszületett, mint a germán gyógytudomány, hiszen Hammer doktor 20 éves házassági évfordulóra írta a feleségének, Zigridnek, 76-ban. A tragédia, a fiának az elvesztése, ugye az 1978-ban történik, és dr. Giovanna Conti magyarázza el Hammer doktornak, hogy ez egy egyszerű kis népdal, pontosan az öt biológiai természettörvény szerint fut le, és az az előnye megvan, hogy a dallamát és a szövegét is ugyanaz az ember, vagyis Hammer doktor írta. És az archaikus dallamnak ez a lényege, hogy ezt a
mindenki, tehát ennek a szövegét és a dallamát ugyanaz a szerző írja le. Ugyanakkor nyilván a dallamnak az egyszerűsége is nagyon lényeges, és hogyha ábrázoljuk ennek a dallamnak a vonalát, akkor láthatjuk, hogy a konfliktus aktív szakasz, illetve a megoldási szakasznak a három része a dallam ívében tükröződik, pontosan úgy, mint a Hammeri iránytűben is látjuk a biológiai, az értelmes biológiai programnak a lefutását. A dallamot most nem fogom idézni, aki azt elkéri, elküldöm neki e-mailben. Miről szól ez a csodálatos dallam? Mit tud tenni a szervezetünkben? Nyilvánvaló, hogy a kortikál és a kérgé, vagy mondjam azt, amit látok az előbb, a piros csiralemezből, ektodermából származó konfliktusainkat, ugye letranszformálja. Ezt látjuk ezen a képen, a letranszformálást, a konfliktus tömeget. Ha valaki konfliktus aktív szakaszban hallgatja, és a konfliktusa tehát az ektodermális programokhoz tartozik, akkor a konfliktus tömeget letranszformálja, ugye ezt hívjuk kis megoldásnak. Ezután már a megoldási fázisban látjuk, nem lesznek zajosak a tünetek. Nem lesz hatalmas gyulladásos tünet, nem lesz hatalmas epileptoid krízis. Tehát nyugodtan átvészeljük a gyulladás tüneteit. Ez egy fantasztikus, tényleg egy nagyon fantasztikus hatás. Ugye ide tartoznak a kérgi központok, a mozgató előtti, az érző utáni, a látó, halló, birtokkonfliktusok, stb. Azoknál a konfliktusoknál, amelyek a középső csiralemezhez, vagy a belső csiralemezhez tartoznak, itt a konfliktusokat gyakorlatilag leállítja, nem letranszformálja, hanem leállítja. Tehát mondjam azt, hogy satúféket nyom, és nem engedi a sejtszintű szaporodást vagy pusztítást tovább folytatni, ha konfliktus aktív szakaszban találja a beteg meg ezt a dallamot. Tehát a kis megoldás azt jelenti, hogy a konfliktus aktív szakasz le lesz transformálva, vagy le lesz rövidítve, ugye? És ezért a megoldási szakasznak már nem lesznek olyan zajosak a tünetei, mint ahogy lennének a Meisterdenten Mayhem nélkül. Ha valaki a megoldási szakaszban kezdi hallgatni a Meisterdenten Mayhem-t, ugye? Gyakorlatilag, mert ugye akkor van betegség tudata, mert akkor van fájdalma, akkor egy lényeges dolog, és nem győzöm kihangsúlyozni, megakadályozza a recidivákat. Tehát ez valami döbbenetes dolog, áttolja a konfliktus megoldásának első szakaszát, ugye az exudatív fázist, áttolja az epileptoid krízisen át a második fázisba, vagyis a hegesedési fázisba. Viszont van egyetlen egy nagyon lényeges kérdés, ez pedig az optikai sín. Vagyis ha valaki hallgatja a Meisterdenten Mayhem-t, és azt érzékeli, hogy mégsem gyógyul meg, és nem szűnnek a fájdalmai, akkor azt jelenti, hogy az a valaki, akihez a konfliktusa köti, az ott van a látóterében naponta. És ez a látótér lehet egy fénykép is. Tehát az optikai sineket, azokat ki kell iktatni. Viszont ha már valaki nincsen a látóterünkben, már régen elment, és még mindig mondjuk fel nem dolgozott elválasztási konfliktus miatt vannak nekünk tüneteink, hát akkor természetesen ebben a dallam egymaga is segítséget fog tudni nyújtani. A lényeges dolog ebben az ábrában, ami látszik, hogy optimalizálja azt a gyógyulási szakaszt, ami feltétlenül kell a gyógyuláshoz, és nem fogunk tovább szenvedni, mert megtörténik a programnak a kivezetése. Az új könyvében, a 700 oldalas könyvében, a második kiadásban Hammer doktor már 10 mágikus hatásról ír, ami természetesen mind az emberekre, mind az állatokra egyformán hat, és itt látjuk, hogy megtöri minden pániknak az átkát.
megnyugtatja a beteget, és ez egy nagyon lényeges dolog. Aztán ott van, hogy megakadályozza a konfliktus recidivákat, amint említettem, ha nem teszi meg, akkor azt jelenti, hogy ott az optikai sín. Tehát még ekkor is segítségünk van, és tudjuk, hogy kihez kötötten kell nekünk megoldani az adott konfliktust. Az aktív rákot megállítja, de nem oldja meg, ne felejtjük el, hogy nyom egy satúféket, ezt missing linknek nevezte el Hammer doktor, és minden aktív kortikális konfliktust letranszformál, ahogy azt az imént bemutattam, és ez azt jelenti, hogy a birtok pszichózisokat a dal meghallgatása idejére le fogja transformálni. Ez nagyon lényeges mondjuk egy változó hangulatú embernél, hogy kiegyensúlyozott legyen a hangulati állapota, vagy éppenséggel abból a lelki pokolból és nyomorból, amiben benne van, segítséget, mankót kapjon ahhoz, hogy ki tudjon mászni. Aztán itt jön az, ugye, hogy a morfium után jelentkező elvonási tüneteket a dallam, a mástudentem méhen rezgései kioltják, épp úgy, mint a betegben levő pánikot is képes kioltani, és így a fájdalomterápia egy új szakaszba lépett, ami a morfium nélküli fájdalomterápiát jelenti. Amikor morfiumról beszélek, nem csak a klasszikus morfium kerül ide, hanem minden olyan szintetikus kábító fájdalomcsillapító, amit nem injekcióba, hanem tablettába, kapszulába, vagy éppen tapasszal tesznek föl a beteg bőrére. A kortikális reuma fájdalmakat képes ugye csökkenteni, nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan, ez a csontszindrómában érdekes, és a negyedik képessége pedig azért fontos a dal mágikus hatásának, mert kitolja az öregedést. És így nagyon pozitívan hat az Alzheimer-korra, az agyvérzés, Parkinson-kor utáni állapotokra, a demenciának nevezett helyzetekben, jelentősen tudja a beteg állapotát javítani, sőt, egyes esetekben meg is szüntetni azokat a tüneteket, amelyek ezzel járnak. Az agyi ödémát jobban tudja megoldani, mint a kortizon. Ez is egy nagyon lényeges dolog, hiszen az agyi ödéma a fejfájás miatt fogunk ugye agydaganat diagnózist kapni, erről is volt külön webkonferencia, akit érdekel, megnézi. Tehát van a kezünkben egy olyan csodálatos segítség, ami a csontfájdalom ellen segítséget nyújt, hiszen a csontfájdalom azért elviselhetetlen a beteg számára, mert nem egyszerűen csak a csont fáj, hanem itt minden csonthoz kötődő program helyére kéne kerüljön. Ugye ott van a csonthártyának a vékony hártyában a fájdalom már a konfliktus aktív szakaszban, ahol itt a felső képen látjuk. Ez egy a legbrutálisabb elválasztási konfliktus, nem áll meg a bőr szintjén, hanem a csonthártyára hat, és ez konfliktus aktív szakaszban okoz fájdalmat, mégpedig egy jelentős fájdalmat. Az önleértékelés miatt a csont visszaépülése a megoldási szakaszban szintén fájdalmat okoz, de ha itt halljuk a más studenten méghent, ugye, akkor tudjuk, elmondtam, hogy optimalizálja a fájdalmas időszakot, és optimalizálja a csontnak a visszaépítését. Ez a rekalcifikáció, a csont szövet visszaépülése. Nem lesz nagyobb az ödéma, mint amennyinek lennie kell, tehát a csonthártya belső feszülése és fájdalmasa lesz nagyobb, mint amennyi feltétlenül kell ahhoz, hogy az a csont tényleg vissza is épüljön. És itt van a harmadik dolog, ami szintén fokozza a csontfájdalmat, ez pedig az elhagyatottság, a magány, az elszigetelődés, ami ugye a vesegyűjtő csatorna szindrómát hozza létre. Itt viszont látjuk a satúféket, és leállítja a vesegyűjtő csatorna sejtjeinek a további szaporodását, és ezáltal a további ödéma kialakulását. Tehát ezért fáj annyira a csontunk, mert három program eredményezi azt a fájdalmat, és a csontszindrómában
ha hallgatjuk a más studenten mélyként, egy jelentős segítséget fogunk kapni. Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozata a következő. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek. A mai studentem mélyként az ősi arhaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot, az Arhaikus Melódiák című könyvből. A más tudentem Mégyen szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bármi nemű kereskedelmi értékesítését. A feltüntetett linken kizárólag személyesen használatra letölthető volt. Hammer doktor halála után ezt az eskütételt helyettesítő nyilatkozatot, hát mondjam azt, az utódai nem vették figyelembe, és így ingyen letölteni nem lehet, de én tiszteletbe tartom Hammer doktornak a szándékát, és aki az eredeti dallamot óhatja hallgatni, és nem valami másolmányt, avagy megmanipulált, YouTube-on elérhető dallamot, az e-mailben fordulhat hozzánk. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, hiszen rámutat arra, hogy a betegségek nem a statisztikai tényezőktől függnek, amelyekre az akadémikus orvoslás folyamatosan hivatkozik, viszont függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától a betegségek. Függ attól, hogy milyen hosszú a konfliktus aktív szakasz, ugye, mert ez meghatározza a megoldási szakaszban a szenvedésünk hosszát, és a klinikai lefolyást is megértjük, mert hogyha elakadt programokról van szó, krónikus betegségekről, akkor most már tudjuk azt is, hogy az miért van. Mert nem volt érzelmileg feloldva a program. Aztán, ha halmozzuk a konfliktusokat, akár melyik agyi szinten, akkor meg fog változni a személyiségünk, ha mindkét oldalt az agyféltekében ugyanazon az agyi szinten, mindkét oldalt lesz egy-egy aktív Hammeri góc, akkor konstellációkról beszélünk, ami konsternált állapotot jelent, tehát zavarodott állapotot jelent az agytörzsi szinten, ahogy erről a mai nap szó is volt. Tehát, ha meg akarjuk oldani a valós okokat, akkor az érzelmi konfliktusokat kell feltárjuk, és ezeket kell érzelmileg feloldanunk, nem pedig a következményeket kezelni egy életen át. Az, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, remélem sikerült érzékeltetnem, hiszen nem csak egyeseknél fog ez megtörténni, hanem mindenkinél. Ezért mondjuk, hogy reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, döbbenetes, mondjam azt, hogy logikus rendszer, és hála Istennek ez a férfiaknak nagyon tetszik, és innentől kezdve bizalommal tekintenek a germán gyógytudományra, mert ez nem ezotéria. Ez nem lehetséges, hogy így, vagy lehetséges, hogy úgy. Pontosan tudjuk, hogy mi fog történni a szervezetünkben, és tudjuk azt is, ezért mondom, hogy előrejelezhető, mert a dolgok kiszámíthatóak. Tehát nem statisztika és nem állatkísérlet adja az alapját, mint a mai medicinának, hanem az embriológia és az ökobiológiai természettörvény. Én úgy gondolom, hogy elég egyszerű és logikus ahhoz, hogy mindenki által megérthető, megtanulható legyen, csak hogy érzelmileg kell megoldani mindig a DHS-t, ezt ne felejtjük el, vagy szenvedünk tovább tudományosan. És addig, ameddig nem ezt alkalmazzák az egészségügyi ellátórendszerekbe, addig minden ember maga kell, utána járjon, megnézzen esetleg olyan előadást, ami az ő betegségéről szól, és neki kell érzelmileg megoldania a problémáját, hiszen ez semmilyen orvos vagy külső személy nem fogja helyette megcselekedni. És ezért is a weblap fő vezérgondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és szeretném, hogyha mindenki tudná azt, hogy a betegség nem egy veszély, hanem egy új életre esély.